Na, hogy ment a házi feladat? Érdekes, mi történik, amikor átfordítjuk a szándékot, ugye? Egy másik világban érezzük magunkat, amikor az élvezetet magunkkal kívül kezdjük el érzékelni. Szóval, ha nincs meg a kész házi feladat, higgyétek el, érdemes megcsinálni. Oké. Emlékeztek, két gyakorlati eszközt magyaráz el a Zohár. Az első a szűrő, a munka a három vonalon, amit szándéknak nevezünk. A második eszköz nélkül, melyről a házi feladat szólt, az első eszköz üres elmélkedés marad. Nézzük meg a második eszközt. Ezt nevezzük úgy, hogy szerest felebarátodat, mint saját magadat. Ez az, amit tudunk. A szeres felebarátod, mint saját magadat elvét az egész emberiség elfogadja. Minden vallás használjának egy verzióját a világ társadalminak, etika rendszere ezen működik. Ami az enyém, a tied az tied. Mindenkit úgy kezelje, ahogy szeretnéd, hogy téged kezeljenek. Ha én jót teszek másoknak, őt jót tesznek majd velem. Szóval mi ismerjük ezt a dolgot. Még akkor is, ha nem igazán szeretjük a másikat, mégis látszólag adakozunk egymás felé. Látjuk, ez működik. Az évek során eltöröltük az éhínséget, meggyógyítottuk az összes betegséget, véget vetettünk egy fegyveres konfliktusoknak, elősegítettük barátságot, testvériséget világszerte. És ezt akarjuk a gyerekeinknek is tanítani, azt akarjuk, hogy ők is így éljenek, nem? Hogy ők is jól érezzék magukat, jó emberek legyenek. Az emberiség történelme mutatja, hogy milyen jó emberek vagyunk. Jók abban, hogy kifinomult manipulációval kizsákmányoljuk egymást. Szerest fele barátodat, mint magadat, szerest fele barátodat, mint magadat, szerest fele barátodat, mint saját magadat. A szeres fele barátod, mint saját magadat a legellenmondóbb, legjobban félreértett mondat a nyelv történelmében. Ugyanakkor a legfontosabb is, de egyelőre mi ezt nem érezzük, mivel el sem tudjuk képzelni, hogy ez szóról szóra értendő. Ne viccelj már, szeres fele barátod, mint saját magadat. Azzal elmagyarázza, ez azt jelenti, hogy mi elkezdjük a másikat valóban saját magunként érezni, saját énünként. Belül elkezdek majd úgy aggódni, gondoskodni a másikról, mint ahogy most megszállottan gondoskodok magamról, sőt, még jobban. Szóval a szívemben, ami az övék, az az övék, és ami az enyém, az is az övék. De ne aggódjatok, az az én, amit most bennetek van, nem ti vagytok valójában, csak azt gondoljátok magatokra. Annak érdekében, hogy belépjünk a Zohárba, először is magunkhoz kell vegyük a módszer első felét, a szűrőt, és vegyütenünk kell azt a másodikkal, a barátok szeretetével. Kettő együtt úgy működik, mint egy zár és kulcs, mely együtt megnyitja nekünk a kaput egy magasabb érzékeléshez. Szeresd fel a barátodat, mint saját magadat, ez az univerzum általános törvénye, és ez leírja létezésünk abszolút feltételét az úgynevezett végtelen világban. Ott minden egyes ember belső létezése egyetlen általános rendszerbe egyesül, teljesen összefonódva, teljesen beteljesülve az adakozó erő által. A természet összes többi törvényei, részleges stádiumai ugyanennek a törvénynek. A Zohár olvasása, tanulása során azon dolgozunk, hogy eljátsszuk ezt a feltételt, törvényt abban a szándékban, amivel a velem együtt tanulókhoz közelítek. Bár a szűrővel történő munka arra irányul, hogy elérjük ugyanazt a belső állapotot, mint az adakozó erő. Az Isten szeretete nem az általános törvény, mivel egy rejtett teremtővel könnyű becsapni magunkat. De az, hogy vajon én szeretem-e barátomat, azt a velem tanuló személyt, aki kölcsönösen segíteni akar engem a cél elérésében, hogy vajon szeretem-e őt teljes szívemmel, lelkemmel, az mindig nyíltan megvizsgálhatjuk. Van mit lemérni, szükség van a szűrő alkalmazására, hogy állandóan értelem fölé emelkedjünk, mivel értelmünk állandóan azt javasolja, hogy ragadjuk a spirituális élvezetet magunkhoz. Ahelyett, hogy dolgozzunk a kapcsolaton, dolgozzunk azért, hogy a spirituális élvezetet a barátok kapják meg. Állandó kihívásokkal, visszaesésekkel nézünk szembe, annak érdekében, hogy olyan vágyat, sóvárgást építsünk, amivel még nem rendelkezünk, hogy aktuálisan valóban adakozzunk. A különleges transformáció nem az egyérről szól, aki a saját szűrőjén keresztül eléri a spiritualitást, hanem a közöttünk levő kapcsolatról, mely mindenkinek beteljesülést hoz. Amikor ez beindul, mi elkezdünk emelkedni, belépni a spirituális rendszerbe. És abban az állapotban már nincs különbség a barát és a teremtő szeretete között. Valójában ez az egyetlen módja, hogy elérjük a teremtő szeretetét. Ez az, ahogy újraépítjük a természet magasztos törvényét a szívünkben, és elkezdünk emelkedni a felső világokban. Mivel az ember élete ott van, ahol a szíve lüktet. Amikor ezt a munkát végezzük a többiekkel és a többiek érdekében, akkor nem számít, mit teszünk, vagy hogy mit nem értünk, amikor olvasunk. A tudás egyszerűen nem számít. Itt a belső erőfeszítés kerül forma egyezésbe a szöveg mögött található gondolattal, szándékkal.
Emiatt lehetséges közvetlen kapcsolatot találni a mi belső erőfeszítésünk és a között, amiről a könyv szól. És akkor elkezdjük majd érezni ezt a puha, életet adó korrigáló fényt a könyvben, mint a háromdimenziós szemüveget vennénk föl, mely tökéletesen elrendezett dimenziót mutat, melyet korábban a személy logikája, öncélú vágya, ködösített, eltakart. A könyv borítója nem korlátozza ezt az élményt, mint hogy az életünk sem tartozik kizárólag a testünkhöz, személyes szükségleteinkhez. Az emberiség ebbe az irányba halad, így vagy úgy, akkor már jobb, ha tudjuk, mi is történik, nem? Nos, ez majdnem minden, amit tudnotok kell. Amennyiben be akartok lépni a Zoárba, most már képesek lesztek arra mindeddig, ameg emlékeztek mindarra, amit ezen a kurzuson tanultatok.